Jó estét kívánok! Önök az Esti Közelképet, a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Jövő évtől megváltoznak az otthonteremtési támogatások feltételei, megszűnik a városi csok, a kis településeken viszont nagyobb lesz az igényelhető állami forrás. Hogyan hat ez Debrecen is az agglomeráció helyzetére és az ingatlanárakra? Erről beszélgetek vendégemmel, Timkó Zoltán ingatlan szakértővel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mielőtt beszélnénk az átalakításokról, illetve a kormány bejelentéséről, értékeljük már egy kicsit az elmúlt évek helyzetét. Ugye a KSH adataiból is kiderült, ugye a legutóbbi népszámlálás adataiból, Debrecenből sokan költöztek ki az agglomerációba, ott növekedett a népesség, Debrecenben viszont a magas ingatlanárak miatt csökkent. Hogyan változtathat ezen a helyzeten akár bármilyen átalakítás? Azt gondolom, hogy lényegét tekintve minden egyes átalakításnak önmagában részlegesen ható szerepe van. Globálisan az elmúlt években nyilván ugye a támogatási rendszerek kiegészítve egy kedvező banki környezettel, amely a jelzálog alapú hitelezésben értendő, az nyilván egy olyan környezetformáló erő volt, amely Debrecenre és a környező agglomerációs településre egyaránt hatott. Az, hogy oda-vissza költözés ugye egyfolytában van a kis települések és az alvó települések, ahogy ugye a főváros közelében is hívják, és mondjuk Debrecen és megyeszékhely között, természetesen egy vármegyeszékhely, elnézést kérek, között az teljesen normális folyamat, hiszen ez a gyakorlatilag a családi állapot, az anyagi helyzetnek a függvénye. Az elmúlt években sokkal inkább kerültek fókuszba azok a agglomerációs települések, most ha mondhatok neveket, mint például a Bocskai kert, Hajdúsámson, Mikepércs, Téglás, stb., ahol elérhetőbb áron kínáltak hasonló műszaki megoldással rendelkező új vagy újszerű ingatlanokat. Igen, itt mindig felmerül a kérdés, hogy egy lakásban ugyanannyi árért vásárol egy fiatal család ingatlant, vagy kiköltözik pár kilométerre az agglomerációba. Jelen esetben egyébként Debrecen árai hol állnak? Hát négyzetméter árakban elég diverzifikált azért azt gondolom a portfólió. Ha azt kell megfogalmaznunk, hogy az újépítési ingatlanok piacán négyzetméter árast tanunk el, akkor ez meghaladta az 1 millió forintot. Természetesen hozzá kell tennünk, hogy a kisebb alapterületű lakásoknak relatív magasabb a négyzetméter aránya, mint a nagyobbaknak. Így lásd, egy 60-70-80 négyzetméteres lakásnak a négyzetméter ára ugyanolyan hely, műszaki adatok és egyéb paraméterek esetében a kisebb társaihoz képest relatív kisebb lesz. De az 1 millió forintot már réges-rég átléptük ezt a küszöböt. Néhány évvel ezelőtt, amikor ugye luxus beruházások indultak az Egyetem Sugárút és környékén, akkor ugye az emberek tátott szájjal nézték, hogy 1 millió forintos négyzetméter ár, sőt elmentek 1 millió 2-3-ig is, úristen, hova tart a világ. Most ott tartunk, hogy ezek teljesen elfogadható normális árak, ha a megfelelő műszaki paramétereket is helyet kínálják cserébe. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette ugye a változásokat. Azt elmondta, hogy a falusi csok hogyan változik, tehát annak a részleteit azért tudjuk, viszont a városi támogatási rendszerről még nem mondott konkrétumot, azt mondta, ki fogják dolgozni, hogy itt a nagyobb településeken is legyen valamilyen támogatási forma. Hogyan fog ez hatni a mi vármegyénkre? Azt, hogy a falusi csoknál azért jelentősen megnövelték az összegeket, új családi ház építése, vásárlása esetén, 3 gyermek esetén 10 millió forintról 15 millió forintra növelték, tehát várható-e egy ilyen boom a ingatlan értékesítésben az agglomerációban? Abban az esetben, hogyha a banki környezet és ezzel a jegybanki alapkamat is kedvező irányba változik, akkor biztos vagyok benne, hogyha ez marad ezen a szinten és a kormány korábbi ígéretéhez képest, amiben viszont teljesen biztosak vagyunk, hogy nagyjából 2023. december év végére 24 év első negyedévére 10% alá fog csökkenni. És abban az esetben ez azt gondolom, hogy ez a boom ez meg fog történni, csak legfeljebb nem lesz akkor a robbanás, hanem egy konszolidált, de folyamatos növekedés és folyamatos tendálás az agglomerációs települések irányában, ahol azért ugye tudjuk, a végeredmény az lesz, hogy ha ez a folyamat beindul, akkor ott 1-2 év alatt viszont árnövekedés fog generálni a fokozott figyelem. Mi a tapasztalat azzal kapcsolatban, mert a babaváró hitelnél is van módosítás, a hitel összegét 10-ről 11 millió forintra növelik. Mennyire vették ezt igénybe, mi a tapasztalat? Szerintem a babavárót nagyon sokan igénybe vették, nálunk gyakorlatilag folyamatosan igénylik még a mai napig, ameddig csak lehetséges, illetve ugyanúgy kapcsolódott a babaváró tulajdonképpen, mivel ez nem jelzálog alapú dolog volt, hanem ez egy személyi hitel, ha lehet ilyet mondani. Ebből kifolyólag ugye az önerőként felhasználható bizonyos esetekben, 100%-ban. És ez rengeteg
fiatal kezdőnek, első lakást jutónak ad ott kezdőtőkét. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy az elmúlt években mennyire volt önereje a fiataloknak, illetve bárkinek, aki ingatlan. Hát így már volt. Tehát ez adta. Tehát a csokka, a babaváróval összekapcsolt kedvezményes kamatozás, ugye elzállag alapú hitelek, olyan kombináció volt, amely rendkívül erős táptalajt adott ahhoz, hogy a fiatalok akár önerő nélkül el tudjanak indulni, és hozzájussanak az első ingatlanokhoz akkor, hogyha már egyébként a házasság és a gyerekvállalás tervezett dolog volt számukra. Azzal kapcsolatban mi a véleménye, hogy ugye januártól, 2024. januártól fognak életbe lépni a változások, ez hogyan hat a következő hónapok ingatlan piacára? Felpöröge? Lesz, aki most még az utolsó pillanatban fogja igénybe venni a városi csokot mondjuk? Azt gondolom, hogy biztos mindig vannak olyanok, akik utoljára reagálnak erre, és úgy vannak vele, hogy jó, ki tudja, mi jön a jövőben, akkor most eddig nem vettük igénybe, és vegyük igénybe ezt a támogatást valamilyen formában. Én sokkal inkább kíváncsian várom a jövő évet e tekintetben, hiszen ezt a csokot már használjuk, 8 éve, 15-ben vezették be, átment azért némi nemű változáson ez a termék is természetesen, és nagyon hálás vagyok, hogy ez a termék volt, mert rengeteg családnak lehetett ezzel ezáltal segíteni, de azt gondolom, hogy egy modernebb, sokkal újabb köntösbe és a mostani igényekre formált családtámogatási rendszer jön, talán lehet, hogy komplexebb is lesz ennél. Debrecenben van elég ingatlan, ez is mindig felmerül, illetve napirendre kerül. A Debrecen városa bejelentette, hogy egy komoly ingatlanfejlesztést szeretne majd a Tócóvölgyben. Lesz-e elég lakás a következő évekre, hiszen azt is többször elmondták már, hogy azt szeretnék, hogy a fiatalok itt maradjanak Debrecenben, ugye a munkahelyteremtés ezt is szolgálja. Lesz-e elég lakás, illetve ház? Szerintem lesz. Nagyon-nagyon olyan a helyzet, hogy most az építetők startra készen a startvonalnál átsorognak kész elindítható projektekkel, tervekkel, megvásárolt telkekkel, és igazából azt a környezetet várják, ahol egy picit ideálisabb lesz a hitelezés, és egy kicsit könnyebben, nagyobb merészséggel vágnak bele az emberek az ingatlan vásárlásba. Hogy állunk az építkezésre, magánemberek belefognak-e? Szerintem a magánemberek tekintve azt, hogy az elmúlt években rendkívüli módon le voltak kötve a kivitelezők nagy projektekben. Ezekben a nagy projektekben nem csak állami, hanem magánszektor oldalán is. Így gyakorlatilag sokkal kevesebben mertek belevágni, azért tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy valaki ebbe önállóan elinduljon, ahhoz vagy saját magának kell olyan ismerettséggel, képzettséggel rendelkeznie, ami lehetővé teszi, hogy biztonsággal végigvigye ezt, vagy válasz magának egy olyan kivitelezőt, aki ezt végig tudja vinni, megfelelő referenciákkal rendelkezik, és olyan biztos pénzügyi és személyi háttérrel, ami garancia arra, hogy az építkezés első pillanatától az átadás pillanatán túl is, a garancia időn túl is gyakorlatilag ez egy olyan projekt lesz, amiben érdemes volt akár 100, akár 150 millió forintot is fektetni. És végül, ami mindenkit talán a legjobban foglalkoztat, fognak-e változni Debrecenben az ingatlanárak? Van-e arra bármi esély, hogy lejjebb, alacsonyabbak lesznek az ingatlanárak, vagy stagnálni fog, vagy akár nőni az ingatlanárak? A tartós kereslet visszaesés okot szolgáltat ahhoz, hogy az ingatlanárak negatív tartományba, átmeneti időre negatív tartományba süllyedjenek. Ez azt jelenti, hogy rövid távon elképzelhető az ingatlanár csökkenés, amennyiben a kedvezőtlen banki környezet és további támogatások megvonása együttesen azt a hatást gyakorolja a piacra, hogy az emberek jelentős hányada kivár, és úgy gondolja, hogy egy-két év türelme most már belefér. Én azt hiszem, hogy az ingatlanárak Debrecenben, mivel Debrecen egy óriási fejlődés alatt álló, hatalmas potenciált bemutató ingatlanpiac, ebből kifiúlag a jövőben is azt várhatjuk, hogy a különböző ingatlan szegmensben különböző módon, természetesen ez akár városrészekre is érthető, és az ingatlan féleségekben is lesznek különbségek, de biztos, hogy emelkedni fognak az árak. Köszönöm szépen, hogy itt volt. És köszönjük szépen a meghívást.